Visszatértem! Pontosabban el se tűntem, csak a háttérben tevékenykedtem. Az emberek nem is gondolnák, hogy mennyi meló van még egy-egy videóval a felvételt követően. Ennek, az egyetemnek és még párhuzamosan futó projektnek köszönhető, hogy az utóbbi időben Dominikával találkozhattatok. De ma én szeretnék nektek mesélni a Fondáról, mert hogy általánosságban véve nagy zavar van az erőben, és itt szeretnék egy kicsit rendet tenni. A cukrászkönyvek úgy írják le a Fondánt, hogy puha, fehér, kristályos szerkezettel bíró cukorkészítmény. Sajnos az amerikai sütős műsorok és azok fordításaik miatt elterjedt az a tévhit, hogy a tortákat ezzel burkolják le. Alapvetően cukorból és vízből áll, azonban szükség van hozzá még egy olyan anyagra, ami meggátolja, hogy túl hamar kristályosodjon ki. Ez otthoni felhasználásban a 10%-os ecetet jelenti, és ennek hozzáadásával kapjuk az invercukrot. Nagyjából 112-117 fok között éri el azt az állagot, amit mi szeretnénk. Ennek ellenőrzéséhez nem kell hőmérőt használni, a technikát majd később megmutatom. Ha a főzés megvan, akkor még táblázni kell a kész cuccot, hogy tényleg fondán legyen belőle, de mindent az elejétől. Első lépésként a cukrot és a vizet felteszem melegedni. Ha egészen addig kevergetni kell, amíg a kis apró cukorkristályok el nem olvadnak, ez segíti, hogy minél hamarabb ez megtörténjen. Forrás közben vékony habréteg keletkezik a tetején és az edényünk falán, az edény faláról ecsettel, míg az oldatunk tetejéről teaszűrővel kell ezt a habot eltávolítani. Ez a hab a cukorban természetesen jelenlévő szennyeződéseknek és kosznak köszönhető, ettől meg kell szabadulni, különben a fondánunk hosszabb távon nem lesz eltartható. Ahogy mondtam a videó elején, nem kell mérnünk a hőmérsékletet, erre van egy a cukrászoknál nagyon régóta alkalmazott módszer, a golyópróba. Ehhez egy keveset kiveszünk a forrásban lévő fondánunkból, majd várunk vele, hogy egy kicsit kihűljön, és amikor már nem olyan forró, hogy leégesse az egész karunkat, akkor a mutató és a hüvelykujjunk közé kiveszünk egy kis adagot, és megpróbálunk belőle egy pici golyót formálni. Ha elfolyik az ujjunkon, akkor még nem jó, akkor még főzni kell egy kicsit. Ha viszont megáll egy nagy kupacban a hüvelykujjunkon, akkor a főzés részével gyakorlatilag kész is vagyunk. Ezen a ponton öntjük hozzá az ecetet, elkeverjük és levesszük a tűzről. Ebben a formában még egyáltalán nem hasonlít arra, amit a minyon külsejéről is ismerünk, de ha kiöntjük egy hőálló tálcára vagy márványlapra és táblázzuk, akkor hibátlan lesz. Na ez most egy kicsit részletesebben is. A táblázás nagyon hasonlít arra a módszerre, amit a korábbi csokis videónkban bemutatott temperáláskor végeztünk. Gyakorlatilag mozgatunk és hűtünk is egyszerre. Egy spakli, kenőkés vagy nagyobb habkártya segítségével szétkenjük ezt a masszát a tálcán, majd újra összehúzzuk. Ennek a műveletnek a segítségével levegőt keverünk bele a fondánunkba, ettől lesz lágyabb, de mégis tömörebb, és ettől lesz hófehér az áttetsző masszánkból. Amikor kellőképpen kihűlt, akkor összeszedjük egy tálba, és fóliával jó alaposan betakargatjuk, hogy ne tudjon kiszáradni. Ezt felhasználásig tárolhatjuk így. Hogy mi mit fogunk belőle csinálni, na azt majd hamarosan megtudhatjátok. Visszamelegítését a könyvek legtöbbször gőz fölött írják, de az szerintem túl macerás. Egyszerűen szedjetek ki egy adagot a tálba, és fél egy perces etapokban mikróban melegítsétek meg. Ha túl sokáig állna, és észreveszitek, hogy kiszárad, akkor a kimért adag súlyának kb. 5%-nyi vizet, ha hozzáadtok, és azzal együtt melegítitek át, akkor hibátlan lesz. A kiszáradásnak a nyoma, hogy nagyobb kristálydarabok jelennek meg a fondánunk tetején, és masszívabb, nehezebben mozgatható lesz. Felmelegíteni csak annyira szabad, hogyha beledugjuk az ujjunkat, még éppen hogy ne csípjen. Színezni ezt géllel, porral vagy bármilyen hasonló ételszínezékkel lehet, csak arra kell vigyázni, hogy jól el legyen keverve, mert ha csomós lesz, akkor amikor kiöntitek, láthatjátok, hogy vannak benne sötétebb foltok is. Ha tetszett nektek ez a fondán kisokos, akkor nyomjatok egy lájkot, és megköszönjük, ha fel is iratkoztok. Nagyon hálásak vagyunk, hogy egyre többen néztek minket, azonban a YouTube-nak nagyon fontos a feliratkozók és a lájkok tömkelege. Kérünk titeket, ha szeretnétek támogatni minket, akkor iratkozzatok és lájkoljatok, a csengővel nem nyaggatunk titeket, mert mi is utáljuk, amikor egész állónak csipog a telefonunk, ha valaki egy új videót felrak. Kommentbe írjátok meg nekünk, hogy szerintetek mire kerül majd a ma készített fondán. Puncstorta, minyon vagy valamilyen bombomba töltjük bele? Nem sokára kiderül, addig is ennek a receptjét a videó alatti leírásban megtaláljátok. És találkozunk legközelebb is. Ja, nagyon fontos megemlítenem, hogy most már nem tűnök el, ezentúl jönnek az elborultabbnál elborultabb receptek, és még a főzésbe is belekóstolunk. Sziasztok!